is. Kocsár Balázs, Liszt Ferenc díjas karmester, érdemes és kiváló művész. A világ számos operaházában és koncerttermében több mint 1000 előadást és hangversenyt dirigált. Jelenleg a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója. Szuper, nagyon-nagyon-nagyon remek, kiváló Brácsa cselló, itt most nagyon soknak tűnik. Bátran vegyünk vissza a dinamikából. És nagyon fontos, hogy ez a melódia egészen eddig a pillanatig az Aladárig egy melódiaként tudjon megállni, tehát extrém hangsúly bele nem kell. Kontrafagott bűgének a pici kis hangsúlyai, szfordzátói kellene, hogy elválasszátok, és egy picivel több indítás legyen. Direkt harmadik taktus, indul, és... Muzsikus családból származik. Édesapja Kocsár Miklós zeneszerző, édesanyja Herboli Ildikó kóruskarnok. Bár a zene születésétől fogva jelen volt életében, szülei hagyták, hogy a saját útját járja. A Madách gimnáziumban érettségizett annak ellenére, hogy kiskorától fogva remek zenei érzékkel volt megáldva. Talán a legmegdöbbentőbb vele kapcsolatos élményem óvodás korában otthon pacsirta rádiónk volt, és előtte állt, és hallgatta a zenét, épp egy Mozart szimfónia ment, első tétel, és én mögötte álltam. És indul a tétel, szépen megy, majd jön az átvezető rész, és a melléktéma megszólal a dominánsban, mire Balázs döbbenten rám néz, hátrafordul, azt mondja, elment. Akkor volt óvodás. Hát én voltam megdöbbenve, nem ő, a domináns modulációtól. Azt gondoltam, Atyaisten, ennek a gyereknek ilyen hallása van. De ez nagyon sokszor kiderült, hogy egészen különleges zenei adottságokkal volt megáldva, tanult is zenét saját elhatározásból, majd kamasz korában minden csúcsba dobott. Egyedül azt tartotta meg, hogy dobol. Őt soha semmire nem lehetett rávenni, amit nem akart csinálni. Az édesapja ugyanez volt. Megadtunk minden lehetőséget, de abszolút az ő döntése volt végül is a zenei pálya. A zenetanulást én abba hagytam, a zongorázást. A zenéhez való viszonyom nem szakadt meg, mert napi szinten letudván a kötelező tanulási dolgokat rendre odaültem a zongorához, és a saját magam örömére improvizáltam és zongoráztam. Ezt tudta édesapám is, azt mondta, ő ugye, aki a Bartók Honzinak zeneszerzés tanára volt, jó, hogy a következő 5 percet most szépen papírra vetjük, és az lesz a felvételi darabod, és ezzel felvételizel a Konziba zeneszerzés szakra. Mert nem azt jelenti, hogy neked zeneszerzőnek kell lenni, de valamiféle megoldást kell találni. És ugye a konzervatórium akkor egy olyan fajta lehetőséget adott az érettségi utáni képzésben is, hogy halasztást adott a katonai szolgálat alól. 16 éves voltam, amikor a Balázsra megismerkedtem. Együtt jártunk édesapjához zeneszerzésre. Ugye ő néhány évvel idősebb nálam, de ez a néhány év, 16 évesen ez nagyon sok. Tehát ő azért egy egészen, egy érettségi után volt, egy nagyon laza, nagyon olyan világot képviselt, amit én csak hírből ismertem, aki bizottság együttes koncertjére jár, a underground világban mozog, piros nadrágot hordott, és itt tovább. Ő hozzám képest azért egy igazi lázadó volt. Írtam egy kamarazenekari darabot, amit elkezdtünk próbálni, és nekem szörnyen ment a vezénylés, meg egyáltalán az, hogy rám figyel mindenki, ez nekem nagyon, nagyon fura érzés volt, hogy fölemelem a kezem, és akkor ők is fölemelik a hangszert, és no, úristen, és Balázs érzékelte ezt, és azt ezt csak megkérdezte, hogy segíthet-e, hogy megpróbálhatja, és én boldogan átadtam neki a pályát, és kiderült, hogy Balázsnak ez megy, de tényleg ilyen ösztönösen jól csinálta. Nekem ez egy nagyon nagy megnyugvás volt, neki meg valószínűleg elgondolkodott rajta, hogy a zeneszerzés mellett azért ő egy, inkább egy irány típusú ember, és valóban ezt vissza szoktuk idézni, hogy tulajdonképpen az én ügyetlenségem indította előtt a karmesteri pályán.
Thank you.